halmokban állt a kivágott fa a Baranya megyei Selyei erdészetben. Ezeket a rönköket az erdőgazdaság munkatársai hordták ide. Korábban viszont rendszeresen ritkították az erdőt az illegális fatolvajok is. Itt kemény munkával sikerült megfékezni az ipari mértékű falopás sorozatot. A jó kapcsolat, az együttműködés, illetve az erdőgazdaságnak azok az erőfeszítései, amivel embereket vettünk fel azzal a céllal, hogy védjék az erdőt, az erdőben megtermelt faanyagot, annak köszönhető, hogy a falopások mára jelentős mértékben csökkentek. A fatolvajokra és az illegális tűzifaárusokra a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal szakemberei is vadásznak. Tavaly az általuk elkobzott faanyag már 130 kamion tett ki. Ez 10-szer annyi, mint amennyinek 2017-ben bukkantak a nyomára. Baranyában közel 9 millió forint bírságot szabtak ki emiatt, Tolna megyében pedig még ennél is többet, 13 millió forintot. Az ország megyéi közül ez a két legmagasabb összeg. Nagyon sok esetben kapunk a lakosság részéről bejelentést illegális tűzifa kereskedésre. Tevékenységről, vagy épp a lakossági fogyasztók megkárosításáról. Ezek alapján mi adminisztratív ellenőrzést végzünk, megpróbáljuk megtalálni ezeket az illegálisan működő tűzifaárus társaságokat. A rendőrség is folyamatosan kap el illegális fakitermelőket. A nyomozóknak is bőven adtak tavaly munkát az ilyen bűncselekmények elkövetői. Tolna megyében összesen 2018-ban 15 alkalommal indítottak büntetőeljárást falopás miatt. Ezek az esetek nagy részben szabálysértésre értékre elkövetett lopások voltak. Ez azt jelenti, hogy az ellopott fának az értéke nem haladta meg az 50 ezer forintot. Ha valaki nem kap számlát a megvett fához, vagy arra gyanakszik, hogy az nem legálisan lett kivágva, akkor a rendőrség mellett érdemes a Nébihet is értesíteni. A hivatal ehhez egy külön honlapot is működtet, ahol néhány kattintással meg lehet tenni a bejelentést.